A tűzoltók évszázadok óta hősiesen végzik a munkájukat. Egyenruhájuk azonban nem volt mindig igazán megfelelő. A mai tűzoltók már olyan ruhát viselnek, ami az űrkorszak anyagaiból készül. Ez a védőpáncél lényegében nullára csökkentette a tűzoltók égési sérülés okozta halálozását. A számítógép vezérlésű gép több mint 90 darabot szab ki a külső réteghez. Ezen kívül még két réteg alkotja a tűzoltó ruháját. A szövetben egy PBI-nek nevezett szintetikus szál van, ami még a 600 foknál magasabb hőmérsékletet is kibírja. Egy másik gép zárja le a kabát középső rétegének varrásait. Ez állítja meg a nedvességet. Nagy nyomású henger és magas hő aktiválja a szalagban lévő ragasztót, ami lezárja a varrást. Ez a szintetikus anyag az izzadságot átengedi, de az ártalmas folyadékokat, mint például az akkumulátorsavat, vagy hidraulika olajat, vagy fertőzött vért már nem. A vízálló rétegre hőálló réteg kerül. Ez a kabát harmadik, legbelső rétege. Ez a szintetikus szövet a 400 foknál magasabb hőmérséklettől is megvéd. A manzsetták, szegések első és hátsó részek megerősítéséhez ezeket hőálló cérnával és szalaggal varják össze. A nyak körüli részhez azonban nem nyúlnak. Két bevetés között a tűzoltó itt szét tudja nyitni a kabátot, hogy ellenőrizhesse a rétegek épségét. Vissza a külső réteghez. Az elejére és a hátuljára két narancssárga és ezüst színű csíkot varnak. Ilyen csík kerül az ujjakra is. A világító narancssárgának köszönhetően a tűzoltó jobban látható nappal. A fény visszaverő ezüst éjszaka vagy sűrű füstben hasznos. Előfordul, hogy fény visszaverő anyagból a kabátra varják a tűzoltóság azonosítóját vagy a tűzoltó nevét. A kabát elejének bal oldalára tépőzár csík kerül. Ezen kívül még háromféleképpen lehet a kabátot összekapcsolni. Cipzárral, csattal és kapocssal. Hogy a víz a kabát elején se juthasson be, ide is abból az anyagból varnak egy csíkot, amiből a vízálló réteg készült. Belülről varják be a külső réteg jobb oldalába, és viharszárnynak nevezik. Ennek a másik oldalára kerül az a tépőzár, ami majd a baloldali tépőzárral tapad össze. Összeillesztik az első és a hátsó részeket. Aztán kifordítják és varrógéppel átmennek egyszerre a két rétegen. Így is megerősítik a kabát varrásait. Az ujjakhoz másfajta varrógépet használnak. Öt különböző varrás rögzíti a váll környékét. Ez azért nagyon fontos, mert a tűzoltók 11 kilós oxigénpalackot cipelnek a hátukon. A varrások egyenletesen eloszlatják ezt a terhet a kabáton. A külső réteg belső oldalára előre három fémkapcsot tesznek. Ezek rögzítik a külső réteget a két belsőhöz. Ezt követi a hőálló műanyag cipzár. Ez a gép három szegeccsel rögzíti mind a négy rugós kapcsot a kabát jobb elején. A karkivágások köré egy 180 cm hosszú heveder kerül. A segítségével el lehet húzni a megsebesült tűzoltót a veszély közeléből. Az elkészült belső rétegeket ezután a külsőhöz kapcsolják. Mindegyik manzsettánál négy csat van, ami a tűzben hamar felforrósodik. Kis tokok gondoskodnak arról, hogy ne égessék meg a tűzoltók bőrét. Az első részek mindkét oldalon négy csattal kapcsolódnak. A 10 cm-es gallér kihajtható, addig védi a nyakat, ameddig a tűzoltó sisak ér. Ez az eszköz vizsgálja azt, hogy mennyi idő után lehet a ruhában másodfokú égést szenvedni. A gázégő lángja több mint 1000 Celsius fokos, és egyenesen a kabát külső rétegére irányul. A hőérzékelő az emberi bőr hőérzékenységét utánozza. Az anyag megbukik a teszten, ha az átvitt hő 17,5 másodpercen belül másodfokú égést okoz. Végül 20 percre vízsugár alá állítják a ruhát, hogy ellenőrizzék a vízálló illesztéseket. A bábun pamut alsó nemű van. Egyetlen vízpötty a trikóján és a tűzoltó ruha megbukik.